Köszöntöm a kedves nézőt! Most 15. alkalommal találkozunk egy év óta. Majd ennek a hátteréről egy kicsit többet az adás végén is fogok mondani. Én köszönöm az önök kitartását, és hadd kérjem, hogy nézzék el a hiányosságokat. Az én célom az, és a mi célunk az, a segítőink célja is az, hogy mindazokat a kérdéseket és tisztázatlan dolgokat, amiket történelembe, tudománytörténetbe, vagy kultúrtörténetben találtam, önökkel megosszam, és abban reménykedem, hogy valahol a világban mindig lesznek magyar emberek, akik ezeket a kérdéseket tovább boncolgatják, és nem hagyják a hamisságokat, a hazugságokat és a ferdítéseket benne a közvéleménybe, az emberek fejébe, és megpróbálhatunk együtt tisztán látni. Úgy, ahogy a múlt héten az orvosok megpróbáltak mindent, hogy az emberek tisztában lássanak a vírussal kapcsolatban. És én csak azt tudom mondani, hogy minden tisztelet azoké, akik kockázatot vállalva, hogy elveszítik az állásukat, vállalva, hogy meghurcolják őket, az embereket fel akarják világosítani az igazságról. És ebben a kérdésben valóban csak az orvosokra számíthatunk. És tisztelet mindazoknak, akik ebben a témában írtak, cikkeket írtak, vagy könyvet írtak, mert azokat is üldözni fogják azok a hatalmak, akik, ahogy itt már az előző adásokban is megállapítottuk, egy korlátlan egészségügyi világdiktatúrát akarnak kiépíteni. És mivel, hogy nekem megadatott az, hogy én a francia nyelvterületen tudok körülnézni az internet segítségével, engedjék meg nekem, hogy ezzel a témával kapcsolatban még egy-két információt önökkel megosszak, mert ott is vannak újabb események. Franciaország északi részén, ahol az ismerőseim élnek, elég kemény intézkedéseket vezettek be, tehát például az évek bizonyos időszakában nem hagyhatták el az otthonaikat. Írásos engedélyt kellett kérniük a kutyasétáltatáshoz. Tehát olyan indokolatlan megszorításokat alkalmaztak, amelyek miatt sokkal több ember halt meg, mint hogyha nem hozzák be ezeket a rendeleteket. És éppen ezért most egy-két véleményt szeretnék önökkel ismertetni, illetve egy olyan orvos professzornak a véleményét, akinek az adásait már régebben követem, és én hivatkoztam is rá már régebben, úgy hívják, hogy Plonkár Filip, Plonkár Dasszák. Ő történelmi könyveket is ír, de eredetileg ő orvos professzor, és valóban hozzáértőként szól hozzá a témához. Tehát mit mond ő azokról az intézkedésekről és a média hisztériáról, amik Franciaországban is ugyanúgy folynak, mint nálunk, talán még keményebben. A következőt mondta egy bizonyos Perron professzorról, mikor megkérdezték, hogy ő hogy értékeli ezeket az eseményeket, ezeket a rendeleteket, amiket a francia egészségügyi hatóságok kiadnak. Hát a következőt mondta. Perron professzor, ez
az az orvos-doktor, aki felszólalt az intézkedések, a kemény szigorítások ellen. Tehát Perron professzor egy erkölcstelen egészségügyi világdiktatúráról beszél, amit ezekkel a rendeletekkel akarnak bevezetni. És a Big Pharma, a nagy gyógyszergyártás terén működő maffia által befolyásolt koronavírus járványról beszél. És Plonkárdászát nagyra értékeli azokat a kijelentéseket, amik ott elhangzanak. Milyen kijelentések hangzottak el? Egyrészt megkérdőjelezi a francia egészségügyi hatóságok megállapításait. Például, hogy milyen gyógyszereket lehet alkalmazni a járvány ellen. Azt mondja, hogy nem hozzáértők döntenek, tehát inkompetensek. És azt is állítja, hogy az az egészségügyi főhatóság, amelyik ott a rendeleteket kiadja, az tulajdonképpen izraeli kézben van. Ezt fehéren-feketén kimondja. Ugyanis egy bizonyos Monsieur Salomon hozza a rendeleteket, róla pedig köztudott Franciaországban, hogy Izrael megbízottja. És azt is hozzáteszi, hogy náluk zsidók kézbe került az egészségügy. Érdekesség, hogy ez a Monsieur Salomon, ez távoli leszármazottja annak az Alfred Dreyfusnek, aki mint katona az 1890-es években perbe, akit mint katonát perbe fogtak árulás címén, és ennek kapcsán hazárulás címén, és ennek kapcsán az egész bankárvilág felhördült, és miután jogerősen elítélték, és az Ördög-szigeteken egy-két évet letöltött, közben olyan pénzügyi csoportok mozdultak meg, amelyek a rehabilitását előkészítették. Tehát most Franciaország egészségügye az ő kezükben van. Miért baj ez? Azért, mert amint bebizonyítja, ezek az intézkedések, amelyek nem hozzáértésről tanúskodnak, francia polgárok halálát okozták. Tehát azok az egészségügyi hatóságok francia emberek gyilkosai. Ha most ezt a mi viszonyainkra próbáljuk alkalmazni, érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy mennyire voltak itt nálunk indokoltak az intézkedések, a mai napig mennyire indokoltak, és hogy itt vajon nem okozták-e ezek sok-sok ember halálát. Mit kifogásol még Plonkárdászak? Például a kötelező maszkviselést. Önök is tudják, hogy a mai napig a közlekedési járműveken kötelező a maszkviselés, amiről most már maga az Egészségügyi Világszervezet is kijelenti, hogy káros hatása van. Egyrészt semmitől meg nem véd, másrészt betegséget okoz, mert a maszk alatt olyan baktérium tenyészetek alakulnak ki, amelyek az egészséget károsítják. Tehát azok, akik kötelezővé teszik a maszkviselést a közös helységekben, azok is az emberek egészségét károsítják. Ki tudja, milyen mértékben.
aztán hozzászól ahhoz is, hogy mit gondol ő a második hullámról. Azt mondja, hogy igen, ez lehetséges. Igaz, hogy eddig senki nem tudta bebizonyítani, hogy valódi járvány volt, mert a halál eseteket mind a koronavírusra hárítják, illetve megvannak hamisítva a statisztikák, de ez a koronavírus, ez egy mesterséges vírus, és ha ezt vesszük alapul, akkor azok, akik kitenyésztették ezt a mesterséges vírust hadászati célokból, azok könnyen egy újabb járványt idézhetnek elő, azokkal a módszerekkel, amikkel eddig is előidézték. Tehát például pánikkeltéssel, például a sajtó lefizetésével, például megfélemlítéssel. Tehát semmi nincs kizárva. Azaz, mindenütt Európában, Franciaországban, Angliában, Magyarországon ugyanazokkal a módszerekkel csapják be a saját állampolgáraikat, a vezetőik. Ez volt Plonkádásznak a 2020. május 1-i nyilatkozata a franciaországi helyzetről. És akkor még egy valamit hadd mondjak el erről az országról, hogy ott milyen légkör uralkodik, és hogy ott mik a problémák. Mi csak arról tudunk, hogy Franciaország ott teljesen elárasztották a migránsok. Azt mondják sokan, hogy Franciaország elveszett. No, de mi zajlik a politikai életben? Egyetlen példát hoznék fel, ami nagyon tanulságos lehet a mi számunkra is. Ez pedig egy nagyon ismert és kedvelt politikusnak az esete. Úgy hívják, hogy Étienne Chouard. Étienne Chouard egy olyan politikus, aki tagadja a pártok létjogosultságát. Ugyanúgy, ahogy itt is sokan. Azt mondják, hogy a pártoskodás csak a nemzet szétforgácsolódásához vezet, tehát nem szabadna ezt a politikát folytatnunk. És ezért őt nagyon sokra értékelik, és különböző fórumokra hívják, hogy fejtse ki véleményét. Így került sor arra, hogy az egyik rádióhoz, az internetes rádióhoz, a Rádió Südhöz hívták meg, ahol egy bizonyos Dönny Robert nevű riporter és társnője csinált vele interjút, és ezt egyenes adásban le is adták. A következőt kérte, hogy fejtse ki a véleményét a politikai életről, és amikor Étienne Chouard elkezdte a mondani valóját, hirtelen félbeszakították, és azt a kérdést tették fel neki, hogy mit gondol a holokausztról. Hát természetesen sokkolta a kérdés a szegény riportalanyt, és a következő beszéd zajlott le. Micsoda kérdés ez? Nem ez a témánk. Én nem tudok erről semmit. Dönny Robert. Nem válaszolhatod azt, hogy nem ismered a témát. Chouard. Hát dehogy nem. Hát miért ne válaszolhatnám azt? Illetve nem kételkedem, mert hogyha azt válaszolom, akkor
hogy van bennem kétség a holokauszttal kapcsolatban, akkor ti valamit fogtok velem tenni, ugye? Tehát mágiára küldtök. De még egyszer mondom, nem ismerem a témát. Mert ha azt mondanám, hogy ismerem, akkor gondolatbűnt követnék el. Ugyanis azt kérik az emberektől, hogy legyenek biztosak abban, amit nem ismernek. A riporter tovább forszírozza a kérdést. Nem válaszolhatod azt, hogy nem ismered. Mit gondolsz például a gázkamrákról? Hiszed, hogy voltak gázkamrák? Ismét felteszem a kérdést. Hiszed, hogy voltak gázkamrák? És erre Étienne Chouard a következőt válaszolja. Persze, bolond voltam az előbb, hogy azt mondtam, hogy nem ismerem a témát, nem értek hozzá. Persze, hogy létezett ez a borzalom. Csak azt akartam érzékeltetni, hogy a válaszommal, hogy az emberek, hogy felismerjék azt, hogy milyen egy eszme veszélyessége, ahhoz egymás mellé kell helyezni az érvet és az ellenérvet, mint minden más témában. Különben a fiatalok, akik nem ismerik az esetet, és nem ismerik az ellenérveket, hamis eszmék rabjaivá válnak. Tehát még egyszer mondom, visszavonta állítását, és Étienne Chouard a kamera előtt bocsánatot kért azért, hogy mert kételkedni. Azóta perbe fogták Étienne Chouard, a per folyamán sokan tüntettek mellette, nem tudom, mi lett a kimenetele. A tanulság. Ezt egy kommentelő írta. Miért kényszerítik arra, hogy olyat állítson, amiről nincs ismerete? Azoknak, akik erre kényszerítik, az lenne a feladata, hogy fehéren-feketén bebizonyítsák állításuk igazát. A tanulság tehát ez. És ezeket azért osztom meg önökkel, mert amiről mi itt beszélünk, a tudománytörténet, a Bolyai-Einstein kérdés, az is egy olyan tabu téma, amiről tudományos körökben nem szabad semmit kérdésessé tenni. Nem szabad kérdésessé tenni Einstein zsenialitását. Nem szabad kérdésessé tenni az amerikai atomtudósok zsenialitását. Pedig legutóbb is jelent meg olyan könyv, amelyben bebizonyítják, hogy az amerikai atomtudósok képtelenek voltak megkonstruálni az atombombát. Az német tudással. Német tudás segítségével lett elkészítve, és hogy milyen módon, azt majd egy következő adásban részletesen el fogjuk mondani. Én most visszatérnék a bolyai kérdésre, mert itt is van egy-két dolog, amit nagyon fontos, hogy tudjunk. Mint történelmi ismereteket tekintve, mint annak a háttérhatalomnak a módszereit tekintve, amely háttérhatalom gyakorlatilag most napjainkban került abba a helyzetbe, hogy valóban világhatalmat építsen ki.
Tehát mik voltak azok a módszerek, azok a lépések, amelyek idáig vezettek, és bennünket tényleg végveszélybe sodortak. Bolyai hagyatékáról van szó. Azt már a régebbi adásokban elmondtam, hogy Bolyai Jánosnak egyetlen egy nyomtatott műve jelent meg, Bolyai Jánosnak, akiről a világ minden matematikusa és minden tudósa azt mondja, hogy zseniális ember volt, és ez a zseniális ember olyan elméleteket hagyhatott hátra a kézírásos hagyatékában, amiket az ő korában nem ismertek fel, illetve valaki másnak a tulajdonába jutott. Tehát Bolyai Jánosnak 18 ezer oldalnyi írásos hagyatéka maradt Marosvásárhelyen, amikor 1860-ban, január 27-én elhunyt. És mivel ő katonaember volt, a helyi katonai parancsnok lefoglalja a hagyatékot, hogy nincs benne valami hadititok, és beszállítja a kaszárnyába, ott átvizsgálják, de tudományos levezetéseken kívül, meg egyenleteken kívül más nem találnak, tehát visszaszolgáltatják a marosvásárhelyi református kollégiumba, ahol két ládába helyezik el őket, és egy fészerbe, egy fél első fészerbe. És vajon lesz-e valaki, aki majd ezeket az írásokat értékén fogja becsülni, és kiadja? Ez volt az egyik nekrológnak a szövege 1860-ban, amit egy Dózsak Dániel írt Bolyai János halálára. Vajon lesz-e valaki, aki értékén kezeli? És ha sikerül végigvinni ezt a történetet, akkor önök döbbenten fogják majd tapasztalni, hogy nem a magyar környezet az, amelyik rá ismer az értékre, hanem egy teljesen idegen, és azok, akik ráteszik majd kezüket erre a kincsre, azok nem a mi érdekünkben fogják azt felhasználni. Tehát mi történik a hagyatékkal? Olyan nevek fognak itt felmerülni, amelyek a történelemből is ismertek, például Széchenyi neve. Mert Széchenyi is valamilyen módon, nagyon rejtett módon, rejteki módon kapcsolatban van ezzel a témával. A hagyaték ott van Marosvásárhelyen, és senki nem mer hozzákezdeni, mert olyan magas színvonalú matematikai tudást igényel a szétválogatása, hogy azzal senki nem rendelkezik. De kérdés, hogy másutt, külföldön nem figyelnek-e fel erre az életműre? Nem figyelhetnek fel, mert a nagy matematikus Gauss az elhallgatta Bolyai János legfőbb művét, az Appendixet, aztán az a János főherceg, aki birtokában van az Appendixnek, mert János 1832-ben elküldi a patronusának, hogy egy kis szabadságot kapjon a katonaságnál, hogy tudjon dolgozni a munkáján. János főherceg sem tartja becsben. Ő kiadja két matematikusnak felülbírálásra. Az egyik azt írja, hogy
hát ennek a szerzője más gyümölcsöző foglalkozást keressen, mert annyira értéktelen. A másik viszont egy Ettingshausen nevű matematikus természettudor átvizsgálja, és nem tudjuk, hogy milyen véleményt ad. Tény az, hogy Bolyai János nem kap szabadságot. De van még egy példány, amiről tudunk, ez pedig annak a Wolter von Eckwernek, Bolyai János temesvári felettesének a példánya, kézírásos példány, valószínűleg német nyelvű volt, amit Bolyai János személyesen adott át neki, és hát 1832-ben, amikor Lembergben teljesít szolgálatot, akkor felkeresi írásban őt Grazban, Wolter von Eckwer ott teljesít szolgálatot, és megkérdezi, hogy mi a véleménye a művéről. És Wolter von Eckwer azt válaszolja, hogy bizony ez a nagy Gauss érdemét is, tehát a nagy Gauss dicséretét is megérdemelni. De aztán nem tudunk arról, hogy mi lett azzal a kézírásos példánnyal. Viszont nagyon érdekes történet a következő, hogy 1871-ben a világon először a Grazi Egyetemen kezdik tanítani tanfolyamszerűen a bolyai féle elméletet. Nem ették szó, illetve nem Wolter von Eckwer, hanem Frischauf nevű professzor. Frischauf nevű professzor viszont előfordul a Lotinovics család genealógiájában. Furcsa egybeesés, Lotinovics Zoltán tragikus élete és Bolyai János tragikus élete között. De nézzük tovább, hogy mi is történt a hagyatékkal. Egyrészt 1860-ban megjelent Dresdában egy ismertető a bolyaiakról, amit egy temesvári építész írt. Az a temesvári építész pedig Schmidt Ferenc volt. Hát Schmidt Ferenc hogy kapcsolatba került a marosvásárhelyi bolyaiakkal? Úgy, hogy a Schmidt Ferenc édesapja, aki építőmester volt Temesváron, Bolyai János idejében, Bolyai János ott töltött 3 évet, 1823-tól és 26-ig, és ott kezdte írni az appendixet, ami elméletben már kész volt a fejében, csak éppen ott vetette papírra. Tehát Bolyai János ott Temesváron együtt dolgozott Schmidt Ferenc édesapjával. Mert ugye a katonaságnál a katonai mérnököknek az volt a feladata, hogy a katonai épületeket, a várat, az erődítményrendszereket felmérjék, karbantartassák, a munkálatokat elvégeztessék. Tehát így eléggé szoros kapcsolatba került Schmidt Antallal. És ez a Schmidt Antall a fiának átadta azt a élményét, azt a tudását, hogy ő Bolyai Jánost megismerte, és milyennek ismerte meg. És valószínűleg ő tudta, hogy valami nagy művön dolgozik. Tehát 1860-ban Dresdában megjelenik egy ismertető a bolyai és részletek a bolyai appendixből és a tentamenből, ugye az bolyai farkasnak a 3 kötetes műve, Bolyai János édesapjának,
És eredetileg az appendix az ugye függeléket jelent, és ennek a három kötetes tankönyvnek, gyakorlatilag tankönyvnek a függelékeként jelent meg, de kinyomatták annak idején, 1832-ben Marosvásárhelyen, külön nyomatként is, csak nem tudjuk, hogy hány példányban. Ez itt a baj. Tehát 1860-ban Dresdában megjelenik egy ismertető, és az irodalomban azt találtam, hogy egy Balzer nevű német matematikus jelenteti meg ezt az ismertetőt, Schmidt Ferenc hatására, és ez a Balzer fogja majd az Uyel nevű francia matematikust, mint barátját értesíteni arról, hogy itt egy zseniális mű van, amiről senki nem tud, és próbálják megismertetni a világgal, mert a tudományos életnek erre nagy szüksége lenne. És Uyel, a francia professzor, az állítólag csak 5-6 év múlva fogja a kezébe venni ezt az ügyet, amikor már bordeaux-i professzor. Megnéztem ő életrajzát, és itt ismét csak egy nagyon érdekes és nagyon furcsa egybeesést találtam. Ugyel ugyanis nem bordeaux-i, tehát nem nyugat-franciaországi születésű professzor, hanem észak-franciaországi, Párizstól északkeletre fekvő Caen város mellett született ő, és élete végéig visszajár, és ott is hal meg, ha jól emlékszem. Tehát Caen városában fejti ki a tevékenységét életének, tehát a fiatalabb korában. Ott is végzi a középiskolát, és az egyetemet pedig aztán Párizsban, a politechnikumban, de visszamegy tanítani Caenba. Most az az érdekes, hogy ebben a városban, Caenban végzi tanulmányait Henri Poincaré is. Henri Poincaré, aki a franciák legnagyobb matematikusa lesz, és a századfordulón körülbelül, és akit Einstein előfutárának is neveznek. Tehát a nem euklidészi geometria egyik kidolgozójának. Egyébként Henri Poincaré Bolyai díjban is fog részesülni 1904-ben, és ha igaz, akkor ő járt Budapesten is a díj átvételekor, vagy legalábbis kapcsolatban volt a Bolyai Bizottsággal. Tehát érdekes, hogy egy olyan matematikus lesz a legnagyobb Franciaországban, akinek az iskolájában, az Alma Materában az a matematikus Uyel tanított, aki a bolyai hagyaték feltárásában részt vesz. Tehát a hagyaték Marosvásárhelyen nyugszik, és 1860 után nem történik gyakorlatilag semmi 5-6 évig. De Szabó Sámuel, a Marosvásárhelyi kollégium tanára, egyébként egy olyan székely tisnemes leszármazottja, aki érdekes karriert fut be,
mert Eötvös Lórándot is tanítja gyerekkorában. Ez a Szabó Sámuel részt vesz a szabadságharcban, nem mint katona, hanem mint tüzértiszt. 48-ban Pesten látogatja az egyetemet, nem kimondottan matematikus vagy tudományos céllal, hanem egyéb céllal, és később a nagyváradi lőszergyárba kerül, ahol tűzmester lesz. Természetesen a szabadságharc bukása után neki is bujdosnia kell. Ő is ugyanazt teszi, mint a többi bujdosó, tanult bujdosó, méghozzá nevelői állást vállal a telekieknél, például Erdélyben, a telekiek gernyeszegi birtokán. Aztán, ahogy az előbb mondtam, Eötvös József meghívja a fia mellé 1855-ben tanítónak. Tehát az Eötvös család ismerte Szabó Sámuelt. Később Szabó Sámuel valamilyen úton, módon kikerül külföldi egyetemekre, tehát 55 után. Ez is érdekes, hogy vajon milyen összeköttetései voltak az Eötvös családnak, hogy rögtön utána külföldi egyetemekre tud menni Szabó Sámuel, a tanító, és a legnagyobb egyetemeken fordul meg, és távolléte alatt 57-ben, tehát 1857-ben, amikor megüresedik Marosvásárhelyen a természettudományi állás a kollégiumban, akkor őt hívják meg tanárnak. Tehát ez érdekes dolog, hogy honnan tudtak ők, hogy tudta ő a pályázatát beadni, vagy ki az, aki közvetített a Marosvásárhelyi Kollégium és a Nyugat-Európába utazgató Szabó Sámuel között. Olyannyira furcsa dolog ez, hogy 57-ben el kellene foglalnia az állást, a tanári állást, és csak 58-ban érkezik haza. És amint hazaérkezik, rögtön megkapja a kollégium két osztályának a tanítását is, és nem csak természettudományi tárgyakat tanít, hanem magyar irodalmat is, meg nyelveket is, szóval ez egy eléggé különös képzettséget feltételez. 1860-ban, tehát két év múlva meghal ugyanabban a városban Bolyai János. Amint az előbb mondtam, a bolyai hagyaték a kollégiumba visszakerül, és nem tudja a kollégium vezetősége, hogy most mit kezdjen vele. És ekkor rábízzák Szabó Sámuelre, hogy válogassa, szétnézzen bele, neki van azért valami természettudományi képzettsége, hiszen külföldi egyetemekről tért haza, tehát nézze meg, hogy milyen értékek vannak benne. És Szabó Sámuel 1860-tól a hagyaték kezelője. És az életrajzok a következőt mondják erről. Olyannyira tanulmányozni kezdte a hagyatékot, hogy kötegeket vitt haza a lakására belőle, és aztán valószínűleg bizonyos kötegeket elfelejtett visszavinni.
Azért állítják ezt az életrajzok, mert a 18 ezer oldalból, akárhogy is számítjuk, hát 4 ezer oldal hiányzik. Oláv Anna, aki a kemence tanulmány, tehát Bolyai Farkasnak a híres kemence tanulmányait kereste, sokat kutakodott ebben a témában, és ő megállapítja, hogy bizony itt nagy hiányosságok voltak, mármint a felügyelettel kapcsolatban. Tehát Szabó Sámuel nem vitt vissza iratokat, aztán nem úgy kezelték az iratokat, ahogy kellett volna, nem leltározták pontosan, mert 5 év múlva, vagy lehet, hogy korábban, a nyugati matematikusok elkezdenek érdeklődni a bolyai hagyaték iránt. Pontosan ez a Ül professzor is, akiről az erről beszéltem, levelet ír Szabó Sámuelnek Marosvásárhelyre. De hát honnan tudta, hogy Marosvásárhelyre kell írni? Hát ebben az időben, ne felejtsük el, 1860 körül járunk, a szabadságharc után bevezetett diktatúra, Hajnau ugye már régebben elhunyt, de a Schmerlin provizórium és a különböző októberi diploma meg egyéb intézkedések itt a politikai életet eléggé változóvá teszik. A szabadságharcnak az volt a tétje, hogy Magyarország visszakapja-e a régi törvényes szabadságát. Tehát visszakapja-e az önrendelkezését, amit a törvények biztosítottak a számára. A szabadságharc után nem volt koronázott királya az országnak, hiszen csak a kiegyezés után koronázzák meg Ferenc Józsefet. Ugye Ferenc József 1848-ban került trónra, amit a magyar rendek és a magyar politikai élet nem fogadott el. Egyrészt azért, mert már volt egy trónfosztás 1849. április 14-én a Habsburgok árulásaira hivatkozva, ugye Kossuthék mondták ezt ki, másrészt nem volt megkoronázva senki. Tehát a politikai élet nagyon-nagyon konfúzus, nagyon zavaros, és ezért Ül, aki rá akar jönni, tehát meg akarja találni a hagyaték forrásait és a helyét, ezért valószínűleg Bécsbe írogat a bécsi hivataloknak, és azok nem sokat foglalkoznak ezzel, illetve 59-ben, amikor a Habsburgok elveszítik a ugye Königgrätz, elveszítik az olaszországi birtokaikat, akkor már kezdenek közeledni a magyarokkal való kiegyezéshez, és akkor kezd valamilyen változás beállni. 61-ben hívják össze az országgyűlést, és ez a 60-61-es dátum, ez egy nagyon tragikus dátum, mert ugye itt először is Széchenyinek a nevét kell említeni, 1860-ban ő állítólag öngyilkos lesz. Hát ez is ugyanolyan kétséges, mint aztán 1941-ben Teleki Pál öngyilkossága. De nem csak ő hal meg akkor tragikus körülmények között, hanem egy Teleki László nevű politikus is, aki komoly
feladatot vitt Kossuth megbízottjaként nyugaton, ő is hazatér. 1859 után, ugyanis ezt nem említettem, amnestiát hirdett a Habsburg ház, és erre többen hazatérnek. Teleki László is hazatér, és mint Kossuth híve, ugye valószínűleg ő megpróbálja a lehetetlent, hogy azt az elvet, azt az eszmét, amiért a szabadságharc elindult, ő ezt érvényesítse az országgyűlésen. És olyan beszédre készül 1861-ben, amikor mint országgyűlési képviselő részt vehet az üléseken, olyan beszédre készül, amellyel be akarja bizonyítani, hogy a Habsburg ház törvénytelenül uralkodik az ország felett, és jogi úton szeretné a helyzetet tisztázni. Tudjuk, hogy van két álláspont. Az egyik álláspont Deáké és a csoportjáé és Ötvös Józsefé. A másik csoport pedig a függetlenséget támogatóké, akik nem akarnak olyan módon kiegyezni, mint Deákék. És furcsa módon ez a Teleki László, aki erre a nagy beszédre készül, az ülés előtti napon öngyilkos lesz. Tehát ez zajlik a háttérben, miközben mi itt a bójai hagyatékot próbáljuk nyomon követni. Tehát a 60-as évek elején azt akarom ezzel érzékeltetni, nem biztos, hogy csak az történik meg bójai hagyaték kérdésben, amit mi most itt tudunk. Mert itt többen felismerték, hogy ebben a hagyatékban kincsek rejtőznek. És ezek az idegenlelkű emberek, ezek bizony megpróbálják megmenteni a maguk számára ezt a hagyatékot. És itt most olyan neveket kell említenem, akik kapcsolatban voltak valamilyen módon Marosvásárhellyel, és mégsem marosvásárhelyiek. És akik majd később nagy-nagy matematikusok lesznek, meg tudósok lesznek, egészen furcsa módon. Az első név, akit említenék, Réti Mór. Ő eredetileg Rothbaumnak született. Méghozzá 1846-ban Nagykőrösön. Mint Rothbaum Mór, ő a nagykőrösi zsidó rabbi fia. Nagykőrösön akkor már volt egy kisebb zsidó közösség, nem nagy, mert a nagyobb galiciai beáramlás az majd 1868 körül fog megtörténni, amikor az emancipációt törvénybe iktatják. Tehát egy Rothbaum nevű nagykőrösi rabbinak a fia, és Nagykőrösön az izraeli elemi iskolába jár, egészen 56-ig, igen. Tehát 51-től 56-ig jár az izraeli elemi iskolába, utána a Nagykőrösi gimnáziumba fog beiratkozni, de nézzük meg, hogy
ez a nagykörösi gimnázium miért is olyan fontos nekünk most? Hát itt tanított például Mentovics Ferenc. Ez a Mentovics Ferenc Bolyai Farkassal levelezett Marosvásárhelyről. És ha az életrajzát nézzük, 19-ben született, és Erdélyben természetesen, ugyanis a nagykörösi gimnáziumban több olyan tanár tanított, aki a szabadságharcban részt vett, és az üldözések elől ez a gimnázium mentette meg, tehát bizonyos fokig kenyeret adott a kezükbe, bizonyos fokig kivonta a hatóságok szeme elől ezeket az üldözött honvédeket. És Mentovics Ferenc is így kerül Nagykörösre, pontosan abban az időben, amikor Arany János is ott tanít egy darabig. És erről a Mentovics Ferencről azt kell tudnunk, hogy ő Vajda Dánielnek a veje. Tehát 53-ban, amikor, illetve 43-ban, amikor hazatér, akkor Vajda Annát veszi feleségül. Vajda Anna pedig Vajda Dániel lánya, és Vajda Dániel pedig Bolyai Farkas tanítványa. És másért is fontos ez a Vajda család, ugyanis Bolyai Farkas, aki a híres kemence tanulmányokat megírta, amelyek a tudományos életnek is az égkövei, mert olyan hőelméleti levezetései vannak, amelyeket addig senki meg nem csinált. Tehát ez a Vajda Dániel, ez ilyen témákban levelezik Bolyai Farkassal, és olyan jó barátságban vannak, hogy Bolyai Farkas és ő megállapodnak abban, hogy bármelyikük hal meg előtt, egymás munkáit ki fogják adni. Tehát Oláh Anna vezeti le ezt a történetet, Bolyai Farkasnak a híres kemence tanulmányai nem kerültek kiadásra, tehát valószínűleg Vajda Dániel kezébe kerültek, mondja ő. Tehát a nagykörösi gimnáziumban ilyen emberek tanítanak, mint Mentovics Ferenc, Arany János és Szász Károly. Tehát Szász Károly is Marosvásárhelyhez kötődik, és ő is ismeri a Bolyai családot, hiszen a ifjabb Szász Károly az Bolyai Jánossal tartózkodott Bécsben a tanulmányaik alatt, és együtt beszéltek a párhuzamosok elméletéről, tehát matematikai kérdésekről. A nagykörösi gimnázium tehát ezért fontos, mert ott a matematika oktatás és ott a tudományos képzés az ilyen kapcsolatok révén igenis a legmagasabb tudományukkal rendelkezhetett. Tehát nem véletlen, hogy Réki Mór, aki a rabbi fia volt, és ebbe a gimnáziumba járt, az egyszer nagy matematikus lett. Mi lesz Réti Mórnak a többi, tehát a további sorsa? Még egy valamit meg kell itt jegyezni, mert ez is egy furcsa kapcsolat, és egy nagyon, nagyon tehát föltárandó kapcsolat még. Ennek a nagykörösi
izraelita elemi iskolának az egyik tanárát Freyernek hívták. De hát miért is hozom én fel ezt a tanítót? Hát azért, mert egy másik nagy matematikusnak a felmenői között szerepel a Freyer név. Méghozzá König Gyulának a felmenői között. König Gyulának az édesanyja Freyer Róza. És König Gyuláról jegyzi meg az irodalom, hogy ő a Vodianerek közeli rokona. Nekünk ez a név most nem sokat jelent, talán Maglódon még igen, mert volt a Vodianereknek, a bankár Vodianereknek egy pesti és egy maglódi ága. És a mai napig is úgy tudom, hogy Maglódon utcát neveztek el erről a családról. Hát én nem neveztem volna el, ugyanis én hol találkoztam ezzel a névvel? Hát a Széchenyi Lánchídnál. A Széchenyi Lánchídról született egy nagyszerű mű, az építéséről, a tervek elkészítéséről, és erről a gyönyörű és szép történetről, és ott a Vodianerek úgy jelennek meg, mint Széchenyi ellenfelei. Azaz Széchenyi ezeket a bankárokat mindenképpen ki akarta zárni az ügyből. Ugyanis ezek a bankárok a Rothschildok magyarországi képviselői voltak. Tehát azok ki a Rothschildoké, akik ott sertepert élnek az osztrák udvarban, a császári udvarban, azok ki a Rothschildoké, akik Párizsban a hatalmat, a pénzügyi hatalmat már megszerezték, és Londonban ugyanúgy. Tehát az a König Gyula, és az a Freyer tanító, akik nagykörösen hozzásegíti a külföldi ösztöndíjakhoz, Réti Rothbaum Mórt. Aztán az a rokonság, amelyik König Gyulát ugyanígy külföldi ösztöndíjakhoz és hallatlan erőnyhöz segíti, az itt van Magyarországon. A Rothschildok szólnak bele ezentúl a magyar tudományos életbe és Széchenyi sorsába és a mi sorsunkba. És még egy vonalat ezen a ponton meg kell említenem. Nem csak a Rothschildokkal vannak ezek a Vodianerek, meg Freyerek rokonságban, hanem egy magyar történész családdal is, aki a 19. század végén fejtette ki tevékenységét, nem éppen pozitív irányban, a magyar történelemben úgy hívják, hogy Marcali Henrik. Marcali vagy Morgenstein Henrik, König Gyula a nagy matematikus, és Marcali Henrik unokatestvérek. Marcali Henrik volt az, aki a középkorban, a magyar középkori kutatást félre siklatta. És a mai finnugor elmélet és az összes hamisításnak az egyik kezdeményezője volt. És Marcali Henriknek volt egy barátja, ugyancsak a századforduló környékén, az idős Görgei Artúr. Görgei Artúrral találkozgattak Visegrádon, és Görgei Artúr
nagyon jól érezte magát abban a társaságban. Azt hiszem, hogy ezek a vonalak eddig talán nem voltak ismertek a bolyai kutatásban, de hogy a következőkben hogy jutunk majd el a 20. századi furcsa, rokoni és egyéb kapcsolatokon keresztül az atombomba történetéig, azt engedjék meg, hogy a következőkben fejtsen ki. És még egy kérdést. Most egy éve kezdtük ezeket az adásokat. És én csak azt tudom mondani, hogy mindazokért mi hálások vagyunk, amiket segítségként kaptunk azoktól, akik lehetővé tették, hogy ezek elinduljanak. És nagyon sajnálom, hogy ezen a nemzeti oldalon olyan félreértések és olyan bántások hangzanak el, amelyeket nem érdemeltünk meg. Mert az igazság keresése nem tűr meg félreértést. Ha azokat nem tudjuk tisztázni, ott sokkal nagyobb baj van. De ezeket keresztényi szívvel rendezni kéne. Köszönöm szépen!